képzőművészeti főiskolára jártam, és nyári gyakorlat alkalmával ide rendeltek bennünket ennek a szobornak a helyreállításához. Restaurátor szakon végeztem. Ahogy így visszagondoltam, ez 50 évvel ezelőtt történt. Kettő baluszter faragása volt a feladatom, ami a korlátokban még most is megtalálható. Milyen régi lehet? Hát ez 1730. A 70-es években lett leszedve, az ott lett hagyva. 790 éve. Elég lepusztult állapotban volt már akkor. Azt tudni kell, hogy sajnos ezek a szobrok és emlékművek viszonylag gyenge kőanyagból készültek, és komoly karbantartást igényelnek. A szobor az két felé ment. Hát látszik, hogy már három darabból van összeragasztva eleve. Hát az egész várban történő jelenlegi helyreállításnak volt egy előkészítő fázisa, és én ebben az előkészítő fázisba vettem részt, külső szakértői szerepet vállaltam ebben a munkában. Még jöhet egyébként erre egy kicsit. Itt például tehát olyan szigetelő anyagokat és egyebeket használtunk a szobroknak a szállításánál, és olyan emeléstechnikát, hogy magához a szoborhoz a legkisebb mértékbe nyúltunk, és úgy kerültek most erre a helyre, ahol már tulajdonképpen műtermi körülmények között konzerválni lehetett és szilárdítani lehetett a szobrokat. Azért kell őket kellőképpen védeni még a későbbiekben is, mert ezek még a szobrásznak a kezenyomát őrzik kis részletekben. Ahogy a restaurátor közel kerül a dolgokhoz, föl kell fedeznie azt, hogy ugye az a tárgy, ami a kezébe kerül, az egy szellemi alkotás, de anyag is. Az a feladatom, hogy azok a dolgok, amik már a köztudatból ki akarnak lépni, már el akarják hagyni a létezésnek ezt a jelen valóságát, azokat még mindig visszahúzom a jelenbe. Megmutatom a múltunknak egy olyan elemét, egy olyan értékét, ami volt korábban, de még jelen kell, hogy legyen.